Sziasztok! Én Ati vagyok. Én Eszter. Én pedig Dávid, és a mai videóban az ATR FTIR működését fogjuk bemutatni. Kezdjük is az elméleti háttérrel. Az ATR FTIR készüléken való mérés során egy infravörös fénysugarat használunk, erre utal a névben az IR rövidítés. Ez a sugárzás az infravörös sugárforrásból indul el, majd tükrök segítségével az ATR kristályra irányítjuk. Mivel a kristály gyémántból van, amely törés mutatója a legtöbb anyagnál magasabb, ezért a belsejében többször teljesen visszaverődik a sugárzás. Azonban a visszaverődés során egy úgynevezett evanescens sugárzás is keletkezik, ez fog tudni behatolni a gyémántra helyezett mintába. Ezzel a sugárzással rezgési energiákat tudunk gerjeszteni. Ha tehát ennek az evanescens sugárzásnak az energiája megegyezik a molekulában lévő két atom közötti kötés rezgési energiájával, akkor elnyeli azt a molekula. Így összességében a visszavert sugárzásból hiányozni fognak bizonyos hullámhosszak, tehát az abszorbanciát tudjuk majd detektálni az MCT detektorral, amelynek anyaga higany-kadmium-tellurid. A detektált jelet ezután Fourier transformáció segítségével alakítjuk át, így válik számunkra könnyen értelmezhetővé és olvashatóvá. Most, hogy ezt bemutattam, nézzük is meg, hogy megy ez a gyakorlatban. A mérés megkezdése előtt fontos, hogy a műszert hűtsük le folyékony nitrogénnel. Amikor az interferogram értéke eléri az 5,3 és 5,4 közötti értéket, akkor ezzel meg is volnánk. Most pedig beállítjuk a paramétereket. Kiválaszthatjuk a felbontást, a szkenek számát, beállíthatjuk, hogy milyen detektorral mérünk, és hogyha ezek megvannak, akkor felvesszük a hátteret. A háttér felvétele után megkezdődhet a minta felvitele. Mérés nagy előnye, hogy 3 mikroliter elegendő a mintából, viszont hátránya, hogy vizes oldatoknál szükséges a minta beszárítása. Ezt nitrogén árammal oldjuk meg, itt ezen keresztül. És rászorítom a Golden Gate-nek nevezett eszközzel. Akkor kezdjük is a mérést. A mérések során a HBSS oldatnak és komponenseinek vettük fel a spektrumát. Ezt az oldatot főként izotóniás oldatként használják, ami azt jelenti, hogy fő feladata a sejtek életben tartása. IR aktív komponensei a glükóz, a hidrogénkarbonát, a hidrogénfoszfát és a dihidrogénfoszfát. Ezek meglétét tudjuk a mérés segítségével igazolni. Ezen kívül a pH ellenőrzésére fenolvörös indikátort is tartalmaznak egyes változatok, de ennek mennyisége rendkívül kicsi, így a mérést nem befolyásolja. A COVID alatt akadozott a tápoldat beszállítása, ezért a laborok saját maguk állították elő, azonban nem mindig sikerült megfelelően összemérni. A labor során a minőség ellenőrzésére igyekeztünk kidolgozni egy gyors és egyszerű módszert. Már vége is a mérésnek, és mint ahogy látható, kaptunk egy szép spektrumot, ezt utána el tudjuk nevezni, és semmiképp se felejtsük el a végén elmenteni. A mért spektrumokat kiértékelhetjük Originben is és Messenovában is. Így minőségi jellemzést kaphatunk a mért oldatokról. A videó az ELTE vegyész mesterképzés műszeres analitika labor keretein belül készült, amely egy Charmeau szellemiségét követő projekt alapú labor volt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget Mihály Juditnak, a biológiai nanokémia kutatócsoporttól a műszeres mérések során nyújtott segítségért, illetve Mihuc Viktor Gábornak a témavezetést és a folytonos támogatást. Köszönjük! Sziasztok!